Felvásárlás helyett demonstrációval kezdődött az alma szezon augusztusban. Végül 22 forintos áron megindulhatott a felvásárlás. Az ár azonban nem volt tartós. Lassan visszasüllyed oda arra a határmértékre, hogy lehet, hogy lassulni fognak a sorbaállások, mert most megint előfordulhat az, hogy sok gazda már úgy dönt, hogy ennyi pénzért nem tudja betakarítani. Azok a gazdálkodók, akik kevesebb mennyiséggel rendelkeznek, és a család ezt összejön, és összeszedik, nem kerül plusz kiadásba, de aki mindenfélét kiszámol, akkor ez a 15 forint környéke már megint az a határa, amikor már lehet, hogy sok gyümölcsöt fog maradni a falat. De nem csak az alacsony ár jelent problémát, hanem az is, hogy nincs, aki leszedje az almát. Az igényelt közmunkások ugyanis nem jutottak el a gazdákhoz, napszámra jelentkezőt pedig csak elvétve találni. Így a jelenlegi első osztályú gyümölcsök nem időbeni betakarítása magában hordozza azt, hogy nem lesz elálló ez a nagy mennyiségű gyümölcs, és valóban februárban majd lehet, hogy Lengyelországból kell étkezési almát hozni, mert a miénket nem voltunk képesek időben betakarítani. Pedig rekordmennyiség várható idén a gyümölcsből, a 10 éves átlagnál mintegy 25%-kal magasabb, 730 ezer tonna alma termés valószínű, ennek 25-30%-a étkezési és 70-75%-a ipari alma.